today we're in a situation where we're on right in the middle of an energy revolution. It's not even before an energy revolution, we're right in the middle. So everything is in the course of changing. Ezen a téren folyó diskurzus a minősége nem sokat változott az elmúlt 10 évben. Most ehhez képest sikerült idehozni Budapesten Márkus Schneidert, akit én azt gondolom nehéz megkerülni. Kiváló konferencia volt, mert az atomenergia jövője az energiapolitika egyik legélesebb kérdése, nem csak Magyarországon, hanem globálisan is. Számos olyan információ keletkezik ezekben az intézményeken, például a Paksi Atomerőmű, Magyar Villamos Művek, Országos Atomenergia Hivatal és a kormányzat különböző szintjeit lehetne még sorolni. Számos olyan információ születik ebben a kérdésben, amiről mi alapvetően azt gondoljuk, hogy ezek automatikusan nyilvánosra kellene, hogy tartozzanak, és ami a szomorú abban a dolgokban, hogy gyakorlatilag csak bírósági eljárásokkal perek útján lehet kikényszeríteni, hosszú éve munkájával, hogy ezek nyilvánosságra kerüljenek. Párbeszédet azt alapvetően a párbeszéddel lehet megteremteni. Tehát én azt gondolom, hogy én egy olyan szervezetet képviselek, amelyik az atomenergia növekedését az éghajlatváltozás megfékezése egyik fontos és lényeges eszközének tartja. Ezzel együtt én eljöttem ide, és most a vacsorán a Greenpeace képviselője mellett ülök és beszélgetek vele. Azt gondolom, hogy a párbeszéd az a legfontosabb eleme egy transzparens vita kialakításának. Ami nem látjuk azt, hogy pontosan ezen a téren mi zajlik a kormányzatban, esetleg kivel, mikor, miről tárgyalhat, milyen megbízás alapján, akár a miniszternek, vagy bármilyen másik kormányzati megbízott. Ugyan például azt sem tudjuk, hogy a megújuló energiaforrásoknak a támogatási rendszerének az átalakítása, ami most már másfél-két éve napirendben van, hogy az miért csúszik. Egyértelmű egy jelentős visszalépés a megújuló alapú villamos energiatermelés kormányzati támogatásában, ami összefügg azzal, hogy a kormányzati stratégiának a középpontjában az új paksi blokkok támogatása áll. 80-as, 90-es évek energiapolitikai elképzelése, amelyek a mai napig meghatározzák a magyar energiapolitikát, ez a múlté. Vége van az olcsó atomenergia korszakának, szó nincs nemzetközi szintéren egy atomreneszánszról, a finanszírozási költségek súlyos korlátot állítanak az atomerőmű bővítéseknek az útjába. Itt sajnos a magyar társadalomban illúziók élnek, hogy az olcsó paksi áram, ez egy ilyen gyakran elhangzik a magyar médiában, ez sajnos helyesen számolva egyáltalán nem igaz. So where will the money come from? Amikor energetikai döntéseket hozunk, akkor nem árt, hogyha ezeket a döntéseket megfelelő társadalmi, gazdasági, politikai és szakmai viták után hozzuk meg, hiszen ezek a döntések évtizedekre, 50-60-70-80 évekre szólnak. Well, the Hungarian government doesn't build nuclear power plants. It's utilities that build nuclear power plants. 2030-ra úgy számol a kormány, hogy a Magyarországon előállított áram 54%-a Paksról fog jönni. Ilyen mértékű atomenergia arány nagy valószínűséggel akkor nem lesz máshol a világ egyetlen másik országában, se talán Franciaországot lehet egyedüli kivételként megemlíteni. És ez a mértékű atomenergia arány egyben azt is jelenti, hogy ha ez megvalósul, akkor nagyon komolyan kiszoríthat egyéb technológiákat a magyar piacra. I think at this point it seems pretty clear that the probability for a new reactors in Hungary is virtually zero because the capital markets are not ready to invest in nuclear power plants. A energiatakarékosság, energiahatékonyság és a megújulók állnak egyre inkább a középpontban. Ezen a területen Magyarországon érdemi előrelépés 10 éve nem történt, és azt sem látszik, hogy erre kormányzati akarat lenne. Egyáltalán nem igaz, hogy a megújuló energiák azok gyerekcipőbe járnának a világba. 2008 óta minden évben több megújuló energiára épülő villamos energiatermelő kapacitás jött létre a világon, mint amennyi hagyományos. People have to understand that there's actually options. There is no such thing as a fatality. Like, if, you know, unfortunately we cannot do otherwise, but we have to use nuclear power because there's no other option. Yes, there are options.